A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, a Bóta Café mai vendége Vásári André énekes, tudják, a Csillag születikben tűnt föl, igazán országosan ott tetszett ismertségre, és hát énekel operát, meg sokkal könnyedebb dolgokat, meg reméljük, hogy nagyon jól beszél is. Természetesen hívhatják is, ahogy megszokták, 44-51-3-49, látják is, vagy skype.tv.fixhd, és ha mondanak egy vele kapcsolatos emléket, vagy egy számát, egy lemezét, vagy bármit, akkor most a Víg Színházban és a Pesti Színházban vannak jegyeink, mondom, hogy mikre, Danton halála, ugye Alföldi Robert rendezés, a Revizor egy kicsit másképp, meg politikailag jópofán aktualizálva, Bodó Viktor rendezése, és a Lovakat lelövik, ugye? Ezt pedig ugye Eszenyi Enikő rendezte, és akkor a Pesti Színházban van a Toldi, Csöre Gábor játsza meglehetősen jól, az Ünnep című produkció felújítása, és a Prima Környék című Spiró darab, és Vásári André. Azt én olvastam, hogy a szüleid ugye egyáltalán nem, tehát semmi művészet, de hogy már az általános iskolában fölfedezték a zenei tehetségedet. Ez hogy nézett ki, hogy fedezték föl? Jó estét kívánok, szervusz! Szia! Igazából a felfedezés az inkább abban merült ki, hogy a tanáraim meglátták azt, hogy egy muzikális emberke vagyok, tehát hogy van valamilyen zeneiségem, jó a hallásom, tisztán visszaéneklem. De ezt mi, ezt az énektanár látta meg? Persze, hát azért szerintem egy jó pedagógus, főleg egy jó fülű énektanár, és nekünk az volt, vagy ő egy ilyen pedagógus volt. Az általános iskola első osztályaitól kezdve folyamatosan minden évben André gyerekkórusba csináljuk, de én nem nagyon érdekelt a zene. És nem, tényleg? Nem. Én nagyon-nagyon szégyellős voltam, és nagyon-nagyon nem szerettem szerepelni. Tehát ha el kellett mondani egy verset, én napokkal a versmondás előtt már pánikban voltam, és nagyon nem szerettem a... Na jó, de akkor mégis miből jött rá, hogy te muzikális, vagy hát csak elénekeltél hallott, valamit? Hallott, persze, hát gondolom énekeltünk. Egyébként olyannyira arra is emlékszem, hogy át akartak rakni énekzene tagozatra. Csak én pont akkor váltottam egy iskolát, tehát eljöttem az eredeti általános iskolából, átmentem egy másikba, és ott is meghallgattak, és mondták, hogy ez zenei tagozat. Illetve nem, először egy normális osztályba raktak be, majd utána át akartak rakni még zenei tagozatra, és akkor én már úgy nagyjából megszoktam az új osztályomat, és nem szerettem volna átmenni. Úgyhogy körülbelül 2 napig voltam zenetagozatos, és utána visszakönyörögtem magam, hogy nem, én szeretnék a normál általános osztályommal lenni. Úgyhogy igazából onnantól kezdve is mindig megvolt ez a énekeljél, akkor énekeld elő teszt, legyen kisebb-nagyobb szólók, iskolai ünnepségeken, kisebb-nagyobb éneklések, de nem voltam egy nagyon szereplős diák. És akkor tulajdonképpen igazából már azt is olvasom, hogy volt, tehát te tínédzser manöken. Tehát az előbb hát volt, mint ahhoz is föl kell lépni egyébként. Tehát igen. Az is egy véletlen volt egyébként. Én debreceni származású vagyok, és Debrecenben az egyik ismerősöm dolgozott, bemutatókat szervezett, és egyszer csak felhívott, hogy André, én már nem tudom, hogy 500 forint vagy 1000 forint, de az akkor viszonylag nagyobb pénznek számított. Nem kell csinálni semmit, kimész kétszer, meg visszajössz, és kapsz azért 500 forintot, mert kibetegedett az egyik tinédzser fiú, vagy én nem tudom, hogy ki. És akkor utána úgy ott ragadtam, úgy fellépegettünk, de hát ez már akkor is tudtam, hogy nem ez lesz az én utam, de arra tényleg jó volt, hogy egy viszonylagos színpadi rutint adott. Nem kellett megszólalni, nem kellett énekelni, de mégis megjelenni, színpadon lenni, szokni. Arra nagyon jó volt. Hát te egyébként azóta is szeretsz öltözködni, nem? Tehát én fölmentem a netre,
És tényleg, mint egy manökennek, tehát Vásári André csupa fehérbe, Vásári André feszülő cuccokba, nagyon színesbe, tehát hogy olyan mind, és hozzá még úgy pózolsz is. Szerintem ez nem probléma, minden előadó művész valahol, aki azt mondja, hogy nem. Én nem mondtam, hogy problémája, csak azt mondtam, hogy láthatóan szeretsz öltözködni. Én inkább azt mondanám, hogy én szeretem, hogyha rendben van rajtam minden. Tehát én abszolút nem szeretek vásárolni, és azokat a képeket, amiket azért te láthattál az interneten, ezek mindig egy-egy koncepció, vagy egy lemezhez készült fotósorozat, tehát ezek nem úgy készülnek, hogy most így lefényképeztetem magam, hanem van egy lemez, vagy van egy valamilyen projekt, van valamilyen előadás, vagy valami, tehát úgymond sajtóanyag készül. Az miután pedig... ugye nekem kiadókkal voltak és vannak szerződéseim, ez szinte kötelező, hogy egy évben egy vagy két ilyen fotósorozatot a sajtónak meg kell csinálni. Aha. De tényleg nem esik nehezemre, tehát nem probléma, de nem bújom a divatlapokat, nem vásárolgatok. Tehát azt gondolom, hogy egy teljes normális szinten vagyok. Sőt, igazából nincs is olyan sok ruhám, amire azt mondanám, hogy fú, most aztán nem tudom. De fontos, hát hogyha az ember közszereplő és a színpadon áll, akkor én legalábbis ilyen vagyok, bárki kijön a színpadra, én igen is megnézem, hogy néz ki, mert az is valamit üzen. Úgyhogy ebből a szempontból szeretem, hogyha rendben van körülöttem minden, szeretem, hogyha olyan dolgok vannak rajtam, amik jól állnak esetleg színben vagy formában. Elmesélted egy interjúban, hogy szerinted az énekesi karriered ott kezdődött, hogy a barátnőddel jött egy buliból, és ott bele a hajnalba, éjszakába elénekelted az Üres utcának, meg a barátnődnek az éjkirálynőjét. Igen. És akkor azt mondta a barátnőd, hogy na, hát akkor... Igen, ez egyébként tényleg így történt, most azt akkor hagyjuk, tanulni. Hogy igen, ő a zeneművészeti főiskolára járt akkor, ja, hogy Debrecenben, tehát ő azóta énekesnő egyébként külföldön, és amikor ezt meghallotta, akkor azt mondta, hogy hát figyelj, holnap el kell jönnöd a mesteremhez, mert ő még ilyet nem hallott. És elmentem a mesterhez, és onnantól kezdve kezdődött el ez az egész hosszú folyamat, de hát természetesen azért, ahogy akkor énekeltem az éjkirálynőjét, vagy hogy később, azért az nagy különbség. De most várj egy picit, te akkor, amikor beleénekelted a hajnalba az éjkirálynőjét, akkor sejtetted, hogy neked egy különleges hangod van, vagy gőzöd nem volt róla? Gőzöm nem volt. Én meg voltam arról győződve, hogy lényegében erre minden férfi képes, csak hát nem mutatják, vagy. Ezt én nem próbálgattam otthon, de énekelgettem, tehát szerettem énekelni, de úgy nem volt ez egy célkitűzés, hogy énekes legyek. Ez hogy a valami. Fürdőszobában, vagy a szülőknek is? A szobámban énekelgettem. Egyedül, vagy a szülőknek is ezért produkáltam? Egyedül. A szüleim nagyon nem örültek neki, tehát mindig ment a veszekedés, hogy jaj, halkabban, meg nem, meg izé, meg közben zenét is hallgattam természetesen, tehát ez viszonylag is. Milyen zenéket? Nagyon vegyes, de inkább akkor inkább könnyebb zenét, könnyebb műfajt hallgattam, habár a könnyebből is azért azokat az előadókat, akik azt gondolom, hogy a könnyű zenének is ikonikus alakjai, tehát akik tudtak vagy tudnak énekelni. Na és akkor miért pont az éjkirálynője jött ki belőled? Nagyon egyszerű, akkor ez egy reklámnak volt a zenéje. Aha. Ez a staccato, ez egy elem gyártó cégnek volt, és az volt a most nem mondom a nevét a cégnek, de az volt a reklám, hogy kijött az opera énekesnő, és valahogy énekelt, és akkor lemerült, és akkor bedobtak egy elemet, vagy valamilyen, szóval ami nagyon bugyuta reklám volt, egy elem reklámnak volt a zenéje, és nagyon megtetszett, hogy mennyire magas, és mennyire, és valahogy így a fülemben ragadt, és visszaénekeltem. Vissza tudod ízezni, hogy énekelted akkor? Szerintem nem úgy, ahogy most, vagy ahogy annól felénekeltem, hiszen akkor én nem tanultam még énekelni. Tehát valószínű, hogy énekeseknél nem mondjuk az, hogy szűz hang, vagy nem is tudom, de valószínű, hogy effektív a magassága az biztos, hogy megvolt, mert ugye az ütötte meg az ismerősömnek a fülét, de nem, nincs így előttem, hogy akkor az hogy szólt, vagy hogy szólhatott. Akkor most szólaljon meg egy telefonáló Vásár André Bóta Gábor. Jó estét kívánok!
Értük el, szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük. És én a Nemzeti Színházbeli Álmány és Szerelem című darabját mondanám, ahol énekelt a André. Igen, de nem az ő darabja, hanem Schilleré, de igen. Schilleré, de hát igen. Ez így igaz, Alföldi Róbert rendezésében benne volt, majd esetleg beszélünk is róla. Köszönöm, akkor jár a két jegy, Végszínház vagy Pesti Színház, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-okat. Szerintem lassan adjunk, mert vannak mindenféle bejátszások, és a végén nem jutunk a végére. Van egy összeállításod, amit megfeleztünk, ami tulajdonképpen egy picit így végigfut a pályádon. Abból nézzük meg most az első részt, és aztán jövünk vissza Vásári Andréval. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They are really saying I love you. Jó, hát elég színes. Itt tulajdonképpen elkezdtél alatta beszélni, hogy na, ez volt a római énekverseny. Hát most, ha ugrunk egy picit, majd a következő ilyen bejátszás alá beszélünk is, jó? Mondom a kollégáknak, hogy már érdemes mondani, hogy na, ez itt, ez meg az, meg amaz. Ugye a római énekverseny volt az, ahol állítok 160 millió ember látott. Igen. Így a tévén keresztül, mert hogy azt annyian TV nézik. TV és internet. Ez a vatikáni televízió közvetítette a döntőt, ez egy 30 éve tartó nagy nemzetközi énekverseny, és azért vagyok rá nagyon-nagyon büszke, mert ez egy egyhetes, elég kemény és fárasztó előéneklések után lehetett bejutni a döntőbe. Rengeteg énekes volt, rengeteg forduló, és 13-an jutottunk be, a több száz énekesből 13-an jutottunk be a döntőbe, és ezt a vatikáni televízió telepáce interneten és hát kábelen, vagy én nem tudom, hogy ezt hogy mondják, közvetítette, és mi ott tudtuk meg a helyszínen, hogy ezt elméletileg hány millió ember, hány 10-100 millió ember láthatja. És egyébként a versenyhez tartozik egy érdekesség, hogy pont amikor én jöttem, akkor elmentek a fények az egész bazilikában, vagy... Nem áramszünetlen? Valami probléma történhetett, úgyhogy úgy kellett kimenni, arra nagyon emlékszem, hogy az olasz tévések ott ordibáltak el, egy nagy stáb volt, hogy nem baj, menjél ki, énekelned kell, menjél ki. És érdekes módon nekem a szüleim interneten nézték Debrecenben, és ők mondták, hogy ők nem látták, hogy ott nem lenne fény, vagy valami, de ott valami technikai probléma volt, úgyhogy ez így örökre belém ivódik, hogy miközben én énekeltem ott azt a bizonyos áriát, már nem is tudom, hogy mit énekeltem, de... Na ne, nehogy már ne tud. Azt gondolom, hogy vagy Mozart az Alleluja tételből, tehát az Alleluját énekeltem, vagy pedig a Handelnek a Let the Bright, nem Let the Bright Save the Film, hanem jaj, mi a másik, az is egy oratórium. Ária, hogy is kezdődik most? Na most látom. Tudod, nyugodtan magadnak, hát ha eszembe. Most a Let the Bright Seraphim, ez jutott eszembe, de nem ezt énekeltem, mert akkor ezt még nem tudtam, hanem a... és nézd meg, még egy lemezre is felénekeltem, nem fog eszembe jutni. Egy oratórium, egy nagyon ismert oratórium áriát énekeltem,
És csak azt láttam, hogy ugye én állok, nekem nyugodtnak kell lenni, és az előtérben, vagy hát a kamerák mögött meg őrült nagy rohangálás, szaladgálás, mutogatás, mindenki kapkodott, tehát elég nehéz volt úgy oda koncentrálni, hogy közben azt láttad, hogy a káosz az körülötted. És nyugodt voltál, vagy be voltál tojva rendesen? Biztos, hogy be voltam tojva. Érdekes, hogy a szüleim mondták, hogy látták, hogy izgulok, én viszont akkor nekem nem az maradt meg, hogy annyira izgulok, csak azt láttam, hogy körülöttem nagy a káosz, de így később visszahallgatva még én nem vettem azt észre magam, hogy izgultam, de egyébként ez rám jellemző, hogy kívülről nem látszik, hogy ha esetleg belül. De belül igen? Igen, persze. Belül, ha izgulok, akkor nagyon tudok izgulni, és szoktam kérdezni, hogy úristen, nagyon, nagyon látszott vagy. Mondták, hogy nem, annyira kijöttél, semmi, nem látszott. Úgyhogy, és ott akkor izgulsz, vagy már előtte egy héttel? Ott mielőtt már a színpadra, bárhol van ez, tehát akár itthon, külföldön, bárhol éneklek, a színpadra lépés előtti 3-4-5 perc, amikor már ott vagyok a takarásban, amikor már az van, hogy hallom, hogy mondjuk felkonferálnak, vagy tudom, hogy én jövök, na akkor izgulok, amikor kilépek a színpadra, az első 3-4 ütemnél még úgy szoknom kell az energiákat, de utána általában megnyugszom. Na, végül is ott hagytuk abba így lineárisan, hogy ugye elmentél ehhez a mesterhez. Igen. És akkor mi történt? Ő meghallgatott, és mit mondott? Hogy jaj, fiatal, mert ez fantasztikus, vagy valami egész mást? Először is elküldött orvoshoz, mert életében nem találkozott ilyen hanggal, és azt mondta, hogy nézzük meg, hogy minden rendben van, úgyhogy elmentem orvoshoz. Elkezdtünk dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy én nagyon hálás vagyok a debreceni mestereimnek, és itt meg kell említenem Ludmány Antalnét, illetve később Mohos Nagy Évát, dr. Mohos Nagy Évát, a zeneművészeti kar tanszékvezetőjét. Náluk kezdtem el tanulni, és hát nagyon aprólékos, hosszadalmas munka volt. Tehát semmi extra dolog, ők látták bennem, ők hittek bennem, bíztak bennem, és elkezdtünk tanulni. És te hittél magadban? Ez jó kérdés. Nagyon, így utólag azt kell mondjam, hogy abszolút, hiszen itt vagyok, de azért nagyon-nagyon nehéz volt egy olyan árral szembe menni, ami talán azóta is kicsit jellemző az én életemet, csak most már annyira nem foglalkoztat ez a dolog. Tehát, hogy akkor is megvolt, hogy amikor már elmentem meghallgatásokra, és már kisebb versenyeken feltűntem, hogy mindenütt azt mondták, hogy fú, wow, ez milyen különleges, milyen egyedi, de nem tartoztam egyik nagy hazai mutyiba se, tehát zenei, nem voltak mentoraim, nem volt, aki nyomott volna, nem volt rokonom, nem volt semmi olyan kapcsolatom. Tehát én tényleg nem kaptam úgy lehetőséget megmutatni magam, a tehetségemet, hanem egy hosszadalmasabb út volt, amiben benne voltak a külföldi versenyek, a külföldi meghallgatások, a külföldi ösztöndíjak. Miskolcon is nyertél egy opera versenyt. Miskolcon nyertem, az is egy ilyen teljes meglepetés volt, ugyanis tényleg az esélytelenek nyugalmával mentem el a versenyre, és az akkori tanárnő mondta is, hogy André, menjen el, hát mit veszíthetünk. És akkor túljutottam az elődöntőn, középdöntőn, döntőn, és megnyertem. És ez tényleg, mint az amerikai filmekben, így nem hittem el, amikor a nevemet mondták, hogy is első helyezett Vásári André, mert zeneakadémiát végzett énekesek, vagy éppen zakra járó énekesek, vagy színházi emberek voltak a versenytársaim is, és hihetetlen volt. Uh-huh. Újabb telefon, jó estén! Jó estét kívánok, Pekár Izabella vagyok. Jó estén! Halljuk egymást? Abszolút. Szeretettel köszöntöm Önöket. Hát én két CD-t szeretném a Andrénak megemlíteni, a Mesterdalnokok és az Ünnep. Így van, estimmel. Hát aztán tudom, hogy több koncertje volt mostanában. Adventi koncertek. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és sok további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Várjuk az újabb telefont. Az se baj, lehet, tudják, hogy lehet kérdezni is, vagy valami beszélgetni egy kicsit. Tehát nem muszáj csak ilyen tőmondatokat, de hát ahogy gondolják. No, de akkor tulajdonképpen mikor kezdted azt megérezni, hogy ez akár egy pálya? Tehát, hogy,
hogy ebből valami összejöhet, tehát hogy már nem szánypróbálgatás, nem izi. Tehát ez a Csillag születik volt, vagy még jóval előtte? Jóval előtte, jóval előtte. Én a Csillag születik előtt, mondhatom azt, hogy egy szűk szakmai körben már ismert voltam, tehát tudták, hogy vagyok. Én szerepet kaptam például az Állami Operaházban, amit most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy milyen nagyképű vagyok, de én ezt akkor visszaadtam. És nem azért, mert akkora nagy sztárnak gondolom magam, hogy én visszaadhattam volna egy szerepet, hanem egész egyszerűen, és ezt ma is vallom, és nagyon jól csináltam. És egyébként így a Bécsi Státszoperben is adtam vissza szerepet, úgyhogy én nagy... De ez így van, és a de kettő mi? Összefügg. Mert mind a kettő nem az én fakomba volt. Tehát alt, kontratenor szerep volt, és én nem kontratenor vagyok. És ezzel is megvolt a vitám a magyar szakmával. És ezt nem lehet egy kicsit áttranszponálni, vagy valamit csinálni? Hát azért egy Státszopernek nem nagyon... Tehát ott megvolt, ez egy kortárs darab volt egyébként, és ott én coverolhattam volna, tehát a második szereposztást kaptam, ami akkor is hatalmas szó, de egy olyan hangszallaggyilkos szerep volt, természetesen elmentem több korepetitorhoz az operaházban is, és több mindenkivel átnéztük, és a Státszopert egyébként azért is adtam vissza, mert egész egyszerűen nem voltam arra kész, hogy én a világ egyik vezető dalszínházába nulla színpadi gyakorlattal beugorjak valaki helyett. Max Emmanuel Csencsics volt egyébként a sztár kontratenor. Tehát ha egyébként nem is betegedett le, tehát ebből 5 előadás volt, és mind az 5-öt ő csinálta végig, de... Tehát ez is benne volt, hogy lehet, hogy elvállod, és nem játszol egyet sem? Ó, nem, hát akkor nem. Inkább az volt benne, hogy elképzeltem azt, hogy azért ahhoz, hogy rád telefonáljanak mondjuk egy hétfő délelőtt, hogy na, akkor este gyerünk Bécs, és akkor a Státszoperben kell coverolnod. Szóval erre én nem voltam. Ma már meg tudnám csinálni, mert azt mondanám, hogy próba folyamat. De ma már nem hívnak, nem? Ma már nem, tehát igaz, tehát, hogy nem is. Igen, tehát nem hogy nem, tehát benne. Se a Magyar Operában végül is nem voltál látható. Hát a Magyar Operában is ugye visszaadtam azt a bizonyos szerepet. Ez mi volt? Én. Ez a Szerszészből volt Ázzaménesz. Aha. És egyébként, aki később énekelt, őt én ajánlottam, de ez mindegy, illetve a második szereplőt, nem az első szereposztást. Én nem tudom, szóval most lehet ezen így megrökönyödni, meg így. Én úgy gondolom, hogy egy pályának igenis nagyon fontos, hogy főleg a legelején, és főleg a mai énekeseknél nálunk, mert nálunk aztán minden fel van gyorsulva. Tudom, nemrég beszéltem a Kukeli Júliával, és ő is elmondta, hogy mindent kellett énekelniük, tehát hétfőn énekelt, mit tudom én. Ez az operát kedden, szerdán már, tehát hogy nagyon változatos repertoár volt, de ma már még jobban fel van gyorsulva a dolog, és én nem egy külföldi rendezőtől hallottam, hogy jaj, egy énekesnek tönkre megy a hangja, hát és jön egy másik. Tehát én pedig azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó, ezért olyan szerepeket kell elvállalni, amiket meg tud az ember csinálni, és ami a hangjára van írva, vagy pontosabban az ő szerepköre. Tehát például nem fog senki egy szopránt megkérni a Magyar Állami Operázba, hogy énekeljen egy alt szerepet. Lehet, hogy megkéri, de szóval ez nem jellemző. Tehát vannak altok, vannak mezzók, vannak szopránok, és még ez akkor, amikor ugye volt, akkor hát az is nagy szó volt egyáltalán, hogy Magyarországon kontratenorok énekelhetnek az operaházban, nem hogy amikor én ott ugye megjelentem, és érdekes volt, hogy az Oberfrank előtt énekeltem, és mondta, hogy jó lesz ez, átjön ez a zenekaron, jó lesz ez, és mondtam, de hagyj énekeljek már el egy Haydn operából, akkor ment ez a Haydn opera az operaházban, az Orpheus és a filozófus, nem tudom pontosan a címét, de Génius volt a szerep. Ez egy majdnem koratúrszoprán szerep, háromolas év van benne. És elénekeltem, és azt mondta az Oberfrank, hogy atyaik, te tényleg szoprán vagy. Nem baj, de akkor legyen az Arzaménesz. És akkor úgy végül is a Kovalik Balázsral is úgy ezt átbeszéltük, és én mondtam, hogy nekem ez óriási megtiszteltetés, de én nem fogok lent dürmögni, ami nekem... Lent dürmögni. Amikor nekem fent szól a hangom. Uh-huh. És egyébként akik megcsinálták, szerintem ők fantasztikusan jól szerepeltek benne, és az ő szerepkörük. Na jó, akkor énekelj egy kicsit, egy kis Bachot, az R-t. Aztán majd lassan várunk telefont is.
Éppen itt beszélgettünk valami. Le lett rövidítve. Úgyhogy, no, az jutott közben egyébként eszembe, miközben másról beszélgettünk itt a bejátszás alatt, hogy egy kicsit show műsor lett belőled, nem? Tehát, hogy itt elénekelsz egy számot, ott elénekelsz egy számot, hogy éppen abból jutott eszembe, hogy nem a te egyik utad lenne, hogy operaházakban szerepeket, tehát ilyen egész szerepeket, és nem mint tulajdonképpen egy táncdalénekes, itt-ott elénekelsz egy számot, hol mit kérnek? Én az én karrieremben abszolút szét lehet választani a komoly zenei és a könnyebb zenei dolgokat. Azt mindig elmondom, hogy én azért, amikor könnyű zenét éneklek, az véletlenül sem pop vagy táncdal, hanem olyan nagyívű, ennek az a neve, hogy crossover stílus, olyan nagyívű dalok, amelyeket általában külföldön is olyan operaénekesek énekelnek, akik kicsit nyitottabbak és nyitnak a szélesebb közönség felé is. Tehát igenis nagy énekelni valók vannak ezekben a dalokban, és ezek nem pop dalok, és nem úgy kell elképzelni, hogy diszkókban vagy bevásárlóközpontokban történnek az úgymond könnyedebb zenei fellépéseim, hanem ezek önálló koncertek, különfajta helyszíneken. A komoly zenei életemben pedig, leszámítva a két színházi produkciót, amiben én szerepeltem, igaz, hogy ez több évadot fednek le, inkább koncerténekes vagyok. Tehát nagyon-nagyon szívesen dolgoznék komolyabb operai szerepen, habár ugye például Magyarországon ez kevésbé valószínű, hiszen olyan barokk operát, ahol mondjuk effektíve tényleg egy férfi szoprán a főszereplő, az nem valószínű, hogy tudom, hogy minden évben csinálnak. Hát egy évben Moldován Domonkos elég sok ilyet rendezett, hát, és mindig külföldről hozta ehhez a férfi énekeseket. Egyébként a Domiékkal is, illetve Csengeri Adél művésznővel is volt közös munkánk. Igaz, hogy az nem valósult meg végül is, különfajta okok miatt, de próbák voltak rá, és az nagyon izgalmas volt. Én nagyon azért dadogok most, mert pontosan én tudom, hogy a jövő évben lesznek meglepetések ezen a téren, de még semmit nem lehet erről elárulnom, és nem is biztos, hogy ez magyarországi vonal lesz. De magyarul akkor csak leszel egy operaházban, egy szerepben? Van egy szerep, ami lehet, hogy meg fog találni, de tényleg nem tudok még róla mondani semmit, mert januárban kezdődnek el egyáltalán az egésznek az átbeszélése. Én nem vagyok semmi rossznak, jónak az elrontója, nyitott vagyok, én azóta is kaptam színházi szerepeket, érdekes módon... Hát ugye a Pesti Színházban volt még az még hamarabb volt, mint a Nemzeti. Igen. De például, ami két szerepet is kaptam idén, nem tudtam elvállalni, mert pont akkor Amerikában volt egy turné, illetve akkor voltam a magyar virtuózokkal egy franciaországi turnén, és ezért a próba folyamatokban már nem, tehát nem lett volna értelme elkezdeni, mert láttuk előre, hogy nem leszek itt Magyarországon akkor, amikor igazából nagyon dolgozni kellett volna ezen a produkción. Tehát én nyitott vagyok. Az, hogy a kérdésedre válaszoljak, én igenis élvezem azt, és nagyon szeretem azt, amikor egy komoly zenei pódiumon léphetek fel, és énekelhetek egy zenekarral, és komoly munkapróbák vannak, és ugyanúgy élvezem azt, amikor ugye a könnyedebbnek hívott műfajban mondjuk vidékre elutazok, és egy művelődési központban éneklek egy teltházas koncertet, mert azt el kell fogadni, hogy aki a komoly zenét szereti, ugye az afelé fog irányulni, és olyan koncertre megy el, aki a könnyedebbet, meg a könnyűt. Én a 21. század gyermekeként abban a szerencsés helyzetben vagyok még most, nem tudom meddig, hogy mind a két műfajban jól érzem magam, és hála Istennek úgy tűnik, hogy vannak lehetőségek. Erre még egy picit visszatérünk, de adjunk telefont. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Üdvözlöm a Buta Gábor urat és az Andrei urat. Köszönjük. Nagyon szép a haja az úriembernek. Ez most miről jutott eszébe? Mert én láttam, amikor szerepelt a Csillag születikbe. Én szurkoltam neki. Köszönöm szépen. Onnan ismerem.
Azt hitt, hogy talpig úriember. Igen? Igen. Jó, mondd vele kapcsolatos valamit? Mert a csillagszületikről már szó volt. Igen. Én mondanám, a Mesterdalnok az album, ez megjelen neki? Igen, arról is szó volt már. Szó voltak, igen. Na, képzelj el. Jó, hát akkor mondanám, hogy a csillag születik, az opera, gála, művészetek palotájába fellépett, esztergomi bazilikába. Jó, oké. Mondjak még valamit? Ne. Köszönöm szépen. Viszont... További szép estét. Köszönöm. Viszont hallásra. Nagyon szép volt az az ének, az a karács, az, ami előadott. Nagyon kellemes a hangja. Köszönöm. Majd a kazettán, ha megtalálom, meg fogom menni. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Na, tehát, hogy erről a könnyű komoly, az nekem sincs bajom, amikor könnyű egy zene, vagy komoly, vagy úgynevezett komoly egy zene. Azt nagyon tudom utálni, amikor Beethovent játszunk úgy elkönnyítve, vagy Bachot játszunk úgy elkönnyítve. Vagy jönnek ilyen kis hegedűs csajok, akik playbackről ottan húzzák tánczene ritmusban a Beethoven, akkor a hajam szála égnek áll, és dürohamot kapok. Igen, most azon gondolkodom, hogy nekem van-e ilyen, de biztos, hogy van olyan, ami úgymond fel van könnyítve. Nézd, ugye a választás lehetősége mindenkinél ott van, tehát erre szoktam azt mondani, hogy akik például engem nem kedvelnek, és most nem erre reagálnék, amit te mondanál, hogy mondjuk ilyet vagy olyat énekelek, hiszen én tisztában vagyok vele, hogy egy megosztó személyiség vagyok, nagyon sokan szeretnek, nagyon sokan meg ki nem állhatnak. Szerinted miért? Engem nem is érdekel, hogy mondjuk ki miért utál, vagy ki miért szeret. Én, ha ezzel foglalkoznék, akkor egy borzalmasan szorongás és komplexus ember lennék, hogy úristen, most akkor ezt miért csinálja meg, akkor ő meg fog utálni. Nem, ebből én pontosan ezért vagyok azzal, hogy borzalmasan nem érdek, hogy a komoly zenei szakma mit mond rólam. Mert amíg a Ricardo Muti... Ezek szerint rosszakat mond rólad, nem? Tehát, nem hogyha ezt mondod, hogy borzasztóan nem érdekel. Nem, van egy, én úgy hívom, hogy egy ilyen kultúrsznob réteg, akik azt gondolják, hogyha valaki elmegy és szeretné magát megmutatni, tehát csak az, és pont a Vanus Szavira beszélgettünk még annó erről, hogy én borzalmasan utálom például azt, akik dogmákat kifejtenek, vagy ki letesznek az azt, hogy ezt csak így lehet, és ez csak... Nem, ilyen nincs. Ki a... De tudja például megmondani, hogy... Azért a Vanus Szavér, aki egyébként szintén ült abban a székben, az, hogy mondjam, tehát csinál showműsort a dolog körül, de utána tisztességgel eljátsza azt a Bachot. Hát én azt gondolom, hogy én is tisztességesen eléneklem azokat a dolgokat, hiszen azért megint csak már nem tudom, ma hanyadjára hozom fel, hogy, és nekem ez egy hatalmas elégtétel volt, hogy a Ricardo Muti azt mondta, hogy hajlandó velem dolgozni, akkor engem nem érdekel, hogy mondjuk a Kispiricsi Színház karmestere irítségből vagy nem irítségből azt mondja, hogy ő nem tart engem tehetségesnek. A Ricardo Muti végül is dolgozott veled? A Ricardo Mutival dolgoztunk, de ott is coveroltam, és nem kellett coverolni, de kiválasztott. És szerintem azért nekem sokkal fontosabb, hogy ő azt mondta, hogy André, igen, ön lesz az. Természetesen egy sztárral dolgozott, tehát egy kontratenor sztár. És ő mit mondott, hogy mi benned a jó, vagy mit mondott? Azért ennyire nem beszélgettünk, hiszen aki ismeri a mestert, vagy volt már vele dolga, akkor azt tudhatja, hogy azért nem egy bájcsövegős figura, de egy nagyon kemény ember, de igazából nagyon sokat mi nem beszélgettünk, neki is több menedzser és ügynöke van, és lényegében az ő ügynöke, meg az én ügynököm tárgyaltak, de eleve az, hogy lehetőséget adott, azt gondolom, hogy ez egy elég nagy elégtétel, illetve egy elég szép dolog. Úgyhogy számomra ezek a fontosak, vagy a Hollander, amikor kiválasztott úgy az operaházban, hogy én oda belógtam egy meghallgatásra, mert nem voltam operaházi tag, és azt mondta, hogy André, hol volt maga eddig? És, ez ugye Bécs. Ez itt volt Budapesten, ez a meghallgatás, és ő tőle kaptam a státszopera szerepet. És mondtam, hogy hát itthon, és hogy nem hallunk magáról, mi a probléma. És akkor beszélgettünk egy kicsit, és szóval nekem azért ezek az emberek véleményei borzalmas nagy mérföldkövei voltak annak, hogy igenis tovább csináljam és tovább menjek. És nem feltétlenül az, hogy mondjuk
ki éppen miért fúj rám. Azért ezt te is nagyon jól tudod, hogy a sok művészember van, a nagy művészvilág, azért hiába érzékeny személyiségekről beszélünk, én legalábbis azt vettem észre, hogy annyi irítséget és rossz indulatot az ember, amennyit itt megtalál, és most lehet, hogy más szakmában is megvan, azért nem nem sok. Na, ez sok például, helyen. Amikor a csillag születik be, úgy akkorát dobbantottál. Akkor nyilván kettős volt ez a dolog. Uh-huh. Az egyrészt ugye a művészvilág egy részének, aki egy ilyen tehetségkutatóban, vagy úgymond tehetségkutatóban, mert azért valljuk be, hogy ezek általában nem valódi tehetségkutatók, tehát nem olyanok, mint egykor, aki mit tud volt. Ezek szórakoztató műsorok, és igazából nem feltétlenül arra megy ki a dolog, hogy mindenki utána a pódiumra kerüljön, és ugye ápolják a tehetségét. Tehát egyszerre csak nagy pot vert fel, amit csináltál, akkor nyilván lett egy hihetetlen országos népszerűséget, tehát gondolom, oda mentek hozzád az utcán, meg mit tudom én, micsoda. A másik oldalon meg nyilván egy része a szakmának úgy összehúzta a szemöldökét, hogy na ez a srác mit akar, nem is végzett zeneakadémiát, mit képzel magáról, mennyivel jobb muzsikusokat nem ismer a kutya sem, akkor ez az országos sztár, nem? Tehát, hogy ez gondolom egy ilyen helyzet volt. Igen, erre szoktam én azt mondani, hogy mindenkinek ott a lehetőség, hogy elmenjen egy tehetségkutatóba, és mindenki, aki ezt mondja, annak azt kívánom, hogy csinálja végig, mert nagyon könnyű sértődött, meg nem értett nyomorgó zenész és énekest előadni, és háborogni, hogy XY miért van ott, csinálja utána. Ez az egyik legnehezebb műfaj. Az emberek el nem tudják képzelni, nem is az emberek a nézőkről beszélek, hanem a nagy művészvilágról, hogy ez nem annyi, hogy oda megy az ember szombaton és elénekli, hogy na hát akkor most éneklek egy Andrea Bocsai dalt. Ez egy olyan kőkemény, 10-12 hetes, tudom, valaki évekig készül, én is évekig készültem. Én nem úgy kerültem ebbe a tehetségkutatóba, hogy szeptemberben oda mentem, hogy csókolom, egy hete járok énektanárhoz, akkor most. Meg is vádoltak azzal, hogy profiként minek jössz. Igen, meg is vádoltak, de ha egyébként meg úgy megyek oda, akkor meg azzal vádolnak meg. Tehát én ezt elengedtem. Engem ez olyan szinten nem érdekel, és akkor sem olvastam egyébként érdekes módon kommenteket, mert a meg nem értett lilaködbe burkolózó művész emberek, amikor kifejtik a véleményüket, és csak fröcsögő és negatív és nem építőjellegű kritika, hanem valamit leszólnak, amihez fogalmuk nincs, és nem is hajlandóak megismerni, csak elvből elutasítom, mert hát figyelj, azt ezt nem hiszem el, hogy ez kapásból most, amilyen indulatosan beszélsz erről, ez azért jelzi, hogy ezt nem tudta telepöckölni magadról, tehát ez nyilván ez nem megérinte. Volt egyszerű. Persze, hát az a hazudnék, azt mondanám, hogy én bementem abba a tévéműsorba, és ugyanilyen naív, nagyra nyílt szemekkel pislogva kijöttem. Nem, hihetetlen sok negatív tapasztalatom volt. De azt, és látod, még de most mi például, is... például, konkrétan mi? Az emberi butaság, az emberi rossz indulat. Ez most megint általános. Tehát nem akarok, és nem is fogok példát mondani, mert nem muszáj névvel, tehát nem kell névvel, de... Nem, nézd... Beszóltak, olyan, vagy mi? Jaj, ne, ó! Most azért, aki elmegy, hogy is mondjam, színpadra megy, pont a Paja Bejával ma voltunk egy tévéműsorban, és más hasonlatot mondott, de aki ugye szoktuk mondani, hogy kiáll az utcasarokra, az ne lepődjön meg, ha elviszik. Tehát az nem, hogy nekem most beszóltak. Egyébként nem így szóltak be. Én például kaptam... Na, arra emlékszem, de nem tudom, ki az újságíró, mert nem írta alá egy kritikát a műsor alatt, azt tudom, hogy én nem olvastam, csak behozták nekem. És egész egyszerűen hemzseget, úgy akarta előadni magát, mint valami nagy szakmai hozzáértő, tele olyan szakmai bugyutaságokkal és hülyeségekkel, és ez egy nagy, nem mondom a nevét, egy internetes újság lehozta, és például amiben ebből rosszul esett, amikor én szóltam, hogy jó, akkor szeretnék erre reagálni, akkor például arra már nem adtak lehetőséget. Hogy mondjuk tételesen elmondjam, hogy ez az ária, ez ebben a hangnemben volt, ez így történt, ez, tehát hogy amikor az ember próbálná megcáfolni, tehát például erre nem adtak lehetőséget, és az ilyen dolgok szerintem mindenkinek rosszul esnének. De látom, még most is felhúzom magam rajta. Na, látom. Na, hát akkor hát, ha... telefonáló jól fog esni. Neked jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
föltennék egy kérdést, kettő kérdést tettek fel. Hát tegye. Az egyik az pont ezzel lenne kapcsolatos, hogy most kicsit ilyen indulatok kerültek a beszélgetésbe. Azt szeretném tudni, hogy hogyan tartja a karban a lelkét André. Ez lenne az egyik. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy az egész karrierje, mint az elején szóba került a beszélgetésnél, improvizációval kezdődött. Szokott-e még improvizálni? Jó, igen, jó kérdés. Improvizálni néha muszáj. vannak olyan helyzetek egy koncert alatt, amikor muszáj egy kicsit improvizálni. Egyébként én az a fajta énekes vagyok, aki nagyon szeret felkészülni. Tehát főleg a zenészekkel vagy zenekarral játszom, akkor én nagyon szeretek mindent többször elpróbálni, de néha kell. A lelki karbantartás pedig... Hála Istennek vannak körülöttem olyan emberek, akikkel tudok nagyon sok mindenről beszélgetni, és akik kívülről látnak, akik abszolút nem szakmabeliek, és akik ha kell, akkor meg nagyon őszintén megmondják, hogy na most ezt nem jól csináltad, ezt nem így kellett volna az ő véleményük szerint. De egyébként most lehet, hogy most már kezdek megszeppenni, hogy ennyire indulatosnak tűntem. Hát miért baj az? de ezek azért rosszul estek, és valószínű, hogy ezek is hozzáadtak ahhoz, hogy ez legyen a véleményem például a nagy magyar zeneiparról például. Aha. Kielégítő a válasz? Hello? Igen, itt vagyok, hallottam a választ, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó, és akarsz színházba menni? Hello? Igen, jó. Ha az időpont megfelel, akkor menjen színházba. Jó, Víg Színház, Pesti Színház. Köszönöm szépen. Még majd viszont hallásra. Még két telefonra lesz majd módunk, és énekeljen is akkor megint egyet André, ha már ott a székben nem énekel, többen énekeltek ott a székben is. Népdalt. Azt is szeretsz énekelni, ugye? Legalábbis énekeltem már, igen. Hát, igen. Mint a példa mutatja, mert ugye a Csitári hegyek alatt. Szenthelyi Miklós, ugye, a magyar virtuózokkal. Bizony. És mai napig dolgozunk együtt, hála Istennek, úgyhogy nagyon örülök ennek az együttműködésnek. Tudsz egyébként tervezni? Tehát meg tudod tervezni mondjuk egy pályaévet, akár egy-két évre előre, hogy mit akarsz, vagy tulajdonképpen most te abban a stádiumban vagy, hogy ami adódik. Tehát ide hívnak, oda hívnak, amoda hívnak, és akkor szívesen elmész. Igazából olyan egy évre előre nagyjából tudok tervezni. Egyrészt ugye van egy menedzsment a hátam mögött, akik azért ebben nagyon sokat segítenek. Másrészt pedig ugye én dolgoztam külföldön is, és ott is vannak olyan ügynökségek, akikkel dolgozunk. Azt gondolom, hogy például most is az idei évben például nagyon egyértelmű volt, hogy egy újabb lemezt meg kell csinálni, mert most már itt az ideje, hiszen a legutolsó lemezem az egy komoly zenei lemez volt, és kellett egy könnyű zenei lemezt is kihozni. Úgyhogy ez a Mozi egy című, ez a Mozi egy című, ez a legújabb lemez.
És természetesen ez által nagyon sok minden így generálódik, tehát lemeznyomtató koncert, akkor turné, közben a komoly zenei együttműködések. De tény és való ugye, hogy az én életem, az én karrierem az sosem lesz olyan, lévén ugye férfi szoprán vagyok, mint mondjuk egy drámai szopráni, vagy egy tenoré, akinek nagyon egyértelmű, hogy milyen szerepeket énekel, mit fog elénekelni, de a legnagyobb sztárok egyébként az én műfajomban, tehát ha most én műfajom, mondjuk barokkzene képviselői, a legnagyobb kontratenorok, is, akit látom, lemezek vannak, és nagyon sok koncert, vannak kisebb-nagyobb operaszerepek, de azt látom, hogy ebben a műfajban inkább koncertezés megy, mint az, hogy mondjuk egy operaházhoz leszerződnek, és akkor ott vannak mondjuk egy évadot. Tehát mondjuk sztárok esetében ugye ilyen már nincs is, de annyira felgyorsult, és annyira, ugye most itt beszéltünk a CD eladásokról, hogy azok hogy mennek, hogy nem mennek, hogy a személyes jelenlét és a koncertezés az, ami ma leginkább a zeneiparban mérvadó. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Nagy Károlyné vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket! Köszönjük! A hétvégén Debrecenben lesz jótékonysági koncert a Szentpéteri Csillával. Uh-huh. Igen. Gondolom, ugye? Igen. Akkor igen. Akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További szép estét. Köszönjük, és akkor még egy telefonra lesz mód. Egyébként elég sok ilyen jótékonysági koncerten veszel részt, nem? Igen. Hát ami olyan események mellé nagyon szívesen odaállok, amelyel én is azonosulni tudok, vagy amelyel egyet értek. Ez most mi például? Tehát most ez milyen? Az Árpád téri református templom felújítására gyűjtünk, és hála Istennek a polgármester úr, illetve a püspök úr is, mint fővédnök a rendezvény mellé állt. Ez egyébként egy adventi koncert lesz Szentpéteri Csillával és egy nagy zenekarral, vonósokkal, de hát mivel ugye Csilla, ha valaki, akkor ő igazán a crossoverben működik, ezért én inkább a líraibb, kicsit komolyabb vonalat fogom képviselni, és Csilla pedig hozza a temperamentumos és latinos vonalat. Egyébként elég sok templomban is. Igen. Lépsz föl, és tudom, hogy szereted is, tehát, hogy Franciaországban is végig koncerteztél egy rakat templomot, meg Magyarországon is a nagyobbtól az egészen kicsiig, nem? Igen, ez mindig, egy templomban énekelni mindig felemelő, illetve mindig más. Tehát eleve az emberek, hogy beülnek, máshogy, tényleg mások az energiák, máshogy viselkednek, legtöbb helyen még szépen fel is öltöznek, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, nem azért, mert hogy akkor mindenkinek ki kell öltözni, de hogy látszik, hogy megadják a módját annak. És hát egy templomban azért az ember máshogy, és más dolgokat énekel, sokkal több komoly zenét énekelek ezekben ezeken a koncerteken. Tényleg hangulata van egy templomi koncertnek, és nem csak az akusztika miatt. Tulajdonképpen elolvastam veled most több interjút, egy dolog totálisan nem derült ki egyikből se, hogy a világhoz, tehát hogy te olvasol-e újságot, nézel-e tévéhíradót, bedühödsz-e híreken. Tehát bedőrni be tudok. Bedőrni be tudsz, de hogy mondjuk híreken be tudsz-e. Tehát hogyha mondjuk azt olvasod, hogy mondjuk 4 millió magyar él a létminimum környékén, akkor te ideges leszel, vagy egyáltalán olvasod-e? Tehát előveszel-e egy napilapot, vagy nem? Tehát ilyenek. Ez nagyon érdekes, mert pont két napja beszélgettem erről egy hamburgi operaénekes barátnőmmel, aki egyébként magyar származású, és abszolút megvan a saját privát véleményem a mai magyar helyzetről, és akár politikáról, akár művészetről, akár bármilyen témáról. Én azért egy történelemszakot végzett tanárember lennék, ezt el kell mondanom. És tartasz is egyébként órákat, ilyen rendkívül énekórákat. Igen, rendhagyó énekórákat. Azonban valahogy, egyrészt soha nem kérdezik meg. De most megkérdeztem. Igen, és itt jön a második dolog. Én az a fajta művészember vagyok, ha mondhatom ezt a kifejezést, aki
a saját maga véleményét megtartja magának, vagy szűk körben. Tehát én nem vagyok az a politikus alkat, aki pro és kontra kiáll valami mellett, politikai vonalakra pedig beszélek. Pedig ez zenével is lehet, hát ugye nemrég jártam IPA-ba Zubin Méta. Hát róla aztán tudható, hogy már akkor, amikor 56-ból innen kimentek a magyarok, és ott a tulajdonképpen már a táborban játszott nekik, és aztán hány ilyen tulajdonképpen zenével politikai kiállást csinált, nagyon határozottat. De például most tudsz mondani olyan magyar, mondjuk könnyű zenészt nagyon könnyen lehet találni, de komoly zenészt, aki nagyon nyíltan kiáll mondjuk valamelyik oldal mellett. Mondjuk nekem közvetlenül egy most eszembe jutott egy operénekesnő, de valahogy mondjuk nem ezért nem. De én most nem azt mondtam, hogy politikai oldal mellett, azt nem gondolom, hogy politikai oldal mellett. De ügyek mellett, vagy bizonyos dolgokra. Én a jótékonysági munkában megpróbálok, most már csak olyan dolgok mellé állok, amelyekkel azonosulni tudok, vagy amelyeket tudok támogatni, és most itt nem csak az időmről, pénzemről és az energiámról van szó, hanem részt venni mondjuk az előkészítésben, vagy a közös gondolkodásban, de valahogy az én életemet azért így elkerülték a nagyon markáns ilyen fajta megnyilvánulások, és nem feltétlenül tudatosan, tehát nem azért, mert ja Istenem, akkor nekem ebből bajom lesz, de valahogy úgy nem. Uh-huh. Utolsó mai telefon, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kata vagyok, üdvözlöm Önöket, szeretettel. Köszönjük. Hát elnézve a legutolsó bejátszást, úgy figyeltem, hogy másoknál időnként látni, hogy erőlködnek, belőle pedig csak úgy jön, spontán. Olvastam vele egy interjút valamelyik utazási magazinban, amiben arról beszélt, hogy tavaly volt a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarról egy franciaországi templomi koncertsorozat. Uh-huh. És ott beszélt arról, hogy milyen lelki nyomás mehetődött rá az elején a felkészülés, tehát annyira precízen és gondosan készült, és később pedig mennyire élvezte. Nem tudom, emlékszik erre az interjúra? Arra emlékszem, hogy ugye a francia igen, közönség... Igen, arról éppen beszéltünk, hogy... Ők azért nagyon ismerik, értik a barokk zenét, és nagyon szeretik is. Tehát a felkészülés az én nem szeretem ezt a szót, hogy maximalista, mert egyébként szerintem én nem vagyok maximalista, de nagyon szeretem, hogyha biztonságban vagyok. Tehát ha mindent tudok arról a darabról, ami tudnom kell... És ez biztos, de ezzel szerintem minden énekes így van, komoly zeneénekes így van, hogy tehát olyan nagyon lazán nem lehet oda menni és egy darabot ugye énekelni, azt ki kell gyakorolni, be kell ültetni a torokba, a zenekarral együtt össze kell, hogy érjen egy kicsit a produkció. De igen, azért ez egy izgalmas történet volt, főleg úgy, hogy lebetegedtem a félfülemre, tehát a félfülemre nem hallottam. A repülés... Erre emlékszem, ott is elmondta. Igen, és az úgy nagyon rossz volt, mert az ember akkor sokkal hangosabban hallja önmagát, és hiába volt a nagy zenekar mögöttem, nagyon gyakran szinte érzetekből kellett dolgozni. Köszönöm szépen, természetesen. De sikerült. Köszönöm én is. Köszönöm szép estét. Viszont hallásra. És akkor most, hát két bejátszásunk van, de szerintem kettőre már nem lesz idő. Te döntsd, a karácsonyit adjuk, vagy az összeállítás második felét. Tudod, mi szerintem, mivel karácsony előtt vagyunk, legyen a karácsony. Egy karácsony, még azért... És ez pont egy francia dal egyébként. Jó, majd mindjárt, csak még azért mondd el, hogy ugye mondtad, hogy egy évre előre tudsz tervezni. Igen. Tehát akkor mi van ebben az egy évben? De ebben az egyébben először is lesz egy olyan komoly zenei projekt, vagy egy... Igen, erről most nehéz úgy beszélni, hogy ne áruljak el semmit. Szóval ez egy opera szereppel kapcsolatos, és valószínű, hogy nem csak itthoni színpadokon fog ez megjelenni, ez a történet, de erről még nagyon nem mondanék semmit, és természetesen az új lemezzel lesz lemezbemutató koncert, lesz turné, ha minden igaz, és ha minden jól alakul, és hát igen, nem tudom, hogy az itt jó pont-e, de valószínű, hogy lesznek olyan tévés
megjelenések is, amelyek a közönség egy másik szegmensének szólnak. De abszolút, tehát magyarul nagyon kereskedelmi csatornákat még az értesz is lehet, ez alatt. Még az is lehet, hogy de olyan műsor, ami abszolút azt gondolom, hogy egy énekesnek vállalható. De egyébként még ez sem biztos. Tehát tervek vannak. Hát akkor én köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a lehetőséget. Nézőknek elmondom, hogy egy hét múlva is lesz Bóta Café, ugyanúgy, ahogy megszokták szerda este 9-kor, tehát ez 17-e, december 17-e, és a Katona József Színház egy kiváló színésze, Újlaki Dénes lesz a vendégünk, aki nekem mindig a nyers őserőt juttatja eszembe, tehát valami olyan hihetetlen intenzitással tud jelen lenni epizód szerepekben is a színpadon, és olyan energiákkal, hogy attól én rendszeresen elámulok, és hozzá még a tetejébe nagyon-nagyon őszintén, tehát ugyanolyan nyers őszinteséggel tud beszélni is. Tehát akkor december 17-én, szerda este 9-től Újlaki Dénessel várom Önöket, várom majd akkor is a telefonjaikat, a Skype-jaikat természetesen akkor is lesznek színházjegyeink, és akkor most hallgatunk még Vásári Andrétól egy kis karácsonyi dalt, viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.